Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket, ez itt az Egyenes Beszéd, Rónai Egon vagyok. Azonnal belecsapunk, mert szerintem két ellentétes álláspont ütközetét fogják látni a következő percekben. Az elmúlt egy hét eseménysorozatának ellentétes megítélésének lehetnek tanulni, legalábbis én így gondolom előjáróban, aztán meglátjuk, hogy így van-e. Mráz Ágoston, Sámuel a Nézőpont Intézet vezérigazgatója, jó estét kívánok, és Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, jó estét. Jó estét. Jó estét. Ami itt most történt az elmúlt egy hétben, mondjuk onnantól kezdve, hogy a parlamentben offshore-olt az ellenzék. Az a jogállamiságban az ellenzék részéről, és most kerítsük innen a beszélgetés vonalát, az ellenzék részéről teljes egészében belefér? Szerintem politikailag egy zsákutcás stratégiát választott. Az látványos volt, emlékezetes volt, de valóban, ahogy a kérdésben benne foglalkoztatott, a jogállami működést nehezítette, és ezáltal kiterjesztett definíciója szerint a jogállamiság elleni fellépés volt. Köszönöm a javaslatot. Szóval én nem tudok az ellenzék jogállamiságot meghaladó vagy megfelelő eleméről beszélni, azért mégiscsak arról az történik, hogy az ellenzék bement abba a közmédiába, ahova korábban soha nem mehetett be, és ott olyan fegyveres biztonsági őrök zaklaszták, majd aztán fizikailag bántalmazták a Magyar Országgyűlés képviselőit, akiknek a mai napig nem tudjuk, hogy erre honnan volt felhatalmazásuk, és ezt miért tették. Ez a vége a történet. Az elején csak bementek a parlamentbe, ahol viszont rendre bejárnak, és akadályozni igyekeztek a parlamenti működés rendjét. Azt mondják sokan, hogy ez teljesen belefér, ez az obstrukció, egy parlamenti eszköz. Igen, nem akarom elvinni a beszélgetést, azért kezdtem ezzel, mert ez a legfontosabb elem ebben. Az összes többi dologot szinte már mind láttuk, tehát azt, hogy itt különböző vélemények vannak, mi történik, mi nem történik, ezekről volt szó. De azért olyat, hogy képviselőket bántalmaznak, talán nagyon még nem láttuk amit, és az Ágoston mellettem is azért muszáj elmondanom azt, hogy ilyen helyzetben azért az, hogy a köztelevízióba mondjuk az Ágoston is bement, miközben ezek történnek, hát engem nyilván érdekelt volna, hogy egyébként mi történik ott, vagy hát tulajdonképpen miért lett volna olyan nagyon rossz dolog akár elmondani azt az 5 pontot, amiről ez az egész dolog szólt, és akkor lehet, hogy gyorsabban végzünk vele. Valóban voltam a köztelevízióban. Aznap reggel, tehát aznap reggel. Akkor még csak annyi történt, hogy ellenzéki képviselők éltek azzal a jogukkal, hogy belépnek az épületbe, és finoman fogalmazva is blokkád alá vették az épületet, tehát nem kívántak onnan elmenni, nehezítették a működését a közmédiának. Én pedig egy teljesen különmenő útvonalon érkeztem meg a stúdióba. Ebben akkor még sem volt blokkád. Hát a blokkád az azt jelenti, hogy nem lehetett a normális működési elve szerint használni a közmédiát. Hát a stúdió ajtó előtti folyosón tartózkodtak, miközben ez egy irgalmatlan nagy épület, sőt több épület, tehát ezt az épületet 10-12 képviselő nehezen tudná blokkád alá venni. Lehet, hogy azért vagyok berekedve, mert a szabad ég alatt kellett sokat sétálnom, hogy eljussak a stúdióig. Nyilván nem az Ágoston szeméről van itt szó, hanem arról a jellegről, hogy mi történik. Szerintem az, ami történik a közmédiában régóta, az a törvénysértő. Tehát az, hogy tulajdonképpen elengedjük ezt, mint annyi minden mást. Elengedjük azt, hogy a közmédiában alig-alig jut el az ellenzék hangja, azt, hogy ott nincsenek viták. Kevesebb a valódi vita ma a közmédiában, mint egyes jobboldali hírportálokon, vagy egyes jobboldali médiumokban. Ez nincs rendben, és szerintem innen érdemes kiindulni. Ehhez képest érdemes azt megnézni, hogy mit tett az ellenzék, milyen eszközökkel próbált élni, és hát valóban megpróbálta kimeríteni azokat az eszközöket, amelyek mondjuk a parlamentben rendelkezésére állnak. A parlamentben ezek az eszközök valóban rendelkezésre állnak, de szerintem lejáratta magát a ellenzék. A parlamenti akcióval nem tudta a törvényhozást megakadályozni, tehát ha ez volt a célja, akkor kudarcot vallott. A parlamentben legfeljebb látványos képeket tudott produkálni, de még az sem volt elegendő ahhoz, hogy kiálljanak mellette sokan. A tüntetések után hergálni kellett, és egy új célt, a parlamenti kudarc után a közmédiát vette célkeresztbe az ellenzék. Oda tudott pár ezer embert kihívni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon felelőtlen lépés volt ez. Rossz társadalmi mintát mutatott az ellenzék. Azóta látjuk, hogy a KDNP iroda falára fekáliát kentek, Kossuth szobrot leöntötték. Ezek nagyon kellemetlen, és az ellenzék számára kontraproduktív. Ezek kellemetlen dolgok, de akkor hadd kérdezzem meg, az mennyire van rendben, hogy a parlament úgy működik, minthogyha a kétharmadon kívül egyáltalán semmi beleszólása senkinek nem lenne semmibe. A kétharmad valóban arról szól-e, hogy meg sem hallgatjuk a másikat. És ha így ezen a logikán elmegyünk tovább, lehetséges, hogy nem mindenkinek tetszik, hogy az ellenzéki képviselők bemennek a közmédiába, de rendben van-e az, hogy a közmédia biztonsági őrei, fegyveres biztonsági őrei nekiesnek az ellenzéki képviselőnek? Ugye ez most már morális tehát, kérdés, nem elemzem. Hát nem én hoztam fel a morált. Jó, de hát ő hozta fel a morált. Válasszuk a két kérdést külön.
Mondok egy érdekes példát, a német parlamentben fél éve vezették azt be, hogy a kancellártól közvetlenül lehet kérdezni. Magyarországon a miniszterelnöktől hetente lehet nagyjából kérdezni, a legdurvább, legszemélyeskedőbb kérdéseket föl lehet tenni, és kötelessége válaszolni. Hát olyat én azt gondolom, boldog karácsony. Én azt gondolom, hogy ezt el kell, van amikor vicces, van amikor viszont nagyon személyeskedő, és nagyon durva kérdéseket kap. Én azt gondolom, hogy el kell fogadni az ellenzéknek, hogy nem ő hozza a törvényeket, de kontrollálási lehetősége kell, hogy legyen a kormányon, és az azonnali kérdéseknél kiterjedtebb, látványosabb eszköze kultúrált keretek között erre nincsen. Ezzel nem élt, hanem most még látványosabb, próbált még élni, nagyobb próbált élni, botránykeltő elvették intézkedéseket. Elvették a képviselőktől a szót a felszólalások közben, de vagy helyett. Én azt gondolom, hogy jó érzés. De most én Túl Csaba helyett kezdtem el vitatkozni. Jó érzésű nem, ember... Nem, kétharmadunk van, az mindig jó. Jó érzésű ember szerintem nem tudott azonosulni azzal, ami a Magyarország gyűlésben történt. Hadd hívjam fel a figyelmet, hasonlóan feszült volt a hangulat 2006 őszén Magyarországon. Csinált valaha a Fidesz olyat az országgyűléssel, ami most decemberben történt? Nem. Mit tett? Akkor kivonult, amikor meglátta Gyurcsány Ferencet, mert azt mondta, hogy elveszítette a legitimitását. Megkordult bontos a Kossuth téren, amit ma nem tehetne meg, mert a rendőrség közbe avatkozott. Békésen és erőszak nélkül történt mindez. Amit ma, vagy az elmúlt napokban láttunk, az erőszakos és a békés tüntetés kategóriát messze túllépő intézkedés volt. Én azt gondolom, hogy ez rossz vonal az ellenzék számára, abban az esetben, hogyha a meglévő szavazótáborát bővíteni akarja. Olyan választó polgárokkal, akik jelenleg mérsékelten gondolkodnak és legfeljebb kacsingatnak az ellenzék felé, akkor radikális, erőszakos lépésekkel ezt nem tudja megtenni. Ez egy bezárkózó stratégia, ami nem fog sikerre vezetni. Áprilisban kiderült, hogy kevesebb ellenzéki választó van, mint kormánypárti. Ez nem derült ki. De, de ez kiderült. Szóval, ha lélekszámra számoljuk, akkor nem. A parlamentbe bejutott ellenzéki pártok szavazótábora sajnos állampolgár számban is kevesebb, mint a kormánypárt. Hát, nyilván lehet, hogy a matekot találni, hogy lesz kijön, ez így van. Szóval, sok mindenre tudnék reagálni. Ez fenyegetően hatott. Hát fenyegetni nem én szoktam ebben az országban. Ez most éppen a közmédia biztonsági szolgálatának dolga. Érdemes egyébként tényleg megnézni, ahogy beszélnek országgyűlési képviselőkkel olyan emberek, akikről egyébként azt se tudjuk, hogy ezt milyen felhatalmazás alapján teszik. Egy. Jobboldali szemszögből én értem, hogy ezt nehéz átélni. De a magyar ellenzéki szavazótábornak régóta van egy olyan élménye, egy alapélménye, hogy nem tud mit tenni. Hogy nem tud mit tenni ezzel a kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánnyal szemben, és azt várja, hogy mi az, amit az ellenzék fog tenni. Egy hatalmas vita van arról, ami nyilván nem éri el a jobboldali közösséget, aki sokan szerint minden rendben van ezzel a demokráciával. Van egy hatalmas vita arról, hogy Magyarország mennyiben demokratikus ország-e még egyáltalán. Azok a képsorok, amiket látunk egyébként nem azt erősítik, hogy itt egy stabil demokrácia van. És ebben a helyzetben az ellenzék talált valamit, ami legalább reményt adta az embereknek, hogy végre valaki valami tud tenni ezzel a kormányzati túlhatalommal szemben. Szerintem nem fog működni az, hogy bebizonyítjátok, vagy megpróbáljátok bebizonyítani azt, hogy itt valamiféle erőszakos történet van. Hát Szabó Timára, Kunhalmi Ágira, Szél Bernadettre, vagy Donát Annára valaki ránéz, nem az lesz az első benyomás, hogy itt erőszakos emberekről van szó. Erőszakosnak szerintem a másik oldalon lévők tűnnek. Tehát az ellenzék számára van egy ilyen alapélmény, hogy végre valami történik, végre szembe lehet menni ezzel a hatalommal. Az ellenzéknek, ezt tudjuk, van hagyománya abban, hogy tönkreteszi tulajdonképpen a saját történeteit is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt képes lesz hosszú távon megépíteni, de szerintem ma ez az alapvető élmény, hogy végre történt valami, végre valaki szembe tudott szállni a rendszerrel. Ez egy régi módszer, hogy a tényekre egy alternatív világmagyarázatot felállítani. Hát ez szerintem biztosan... azok objektív tények, hogy 15 rendőr megsérült, 2 millió forintos kár keletkezett. 2 millió forint. Igen, ezt a BM most hozta nyilvánosságra. 2 millió forintos kár keletkezett. Mennyi az MTV a vezetőinek fizetése? A rendőrség felszerelésében, hogy füstbombákat dobáltak, és hogy volt olyan politikus, aki büszke volt rá, hogy füstbombákat dobál a rendőrségre, ezek erőszakos cselekmények. Erre azt mondani, hogy itt ártatlan lelkeknek a jó téteményei következtek be, és csak elszenvedték volna az erőszakot, ne haragudj, de nem felállom. Mennyire rendben lévő, bocsánatot kérek, itt láttuk közben azokat a képeket, amiket a kedves nézők szerint nem először látnak, hogy hogy hajítják ki a MTV a székházából Szél Bernadettet és Hatházi Ákost. Eleve nem lehetséges egy
törvényeket tisztelő biztonsági szolgálatnál, hogy ilyen megtörténjen. Ezt most már tudjuk, mert rengeteg jogász elmondta erről a véleményét, a törvényszövege pedig nagyon világosan fogalmaz. Az hogy lehetséges, hogy országgyűlési képviselők rendőröket hívnak? Országvilág nyilvánosság előtt a Facebook live-okon ezeket lehetett követni. A rendőrség fogadja a hívásukat, és nem lép semmit. Hogyan lehetséges ez, hogy a mentőszolgálatot az MTV, a biztonsági őrei nem engedik be? Külön rendőri intézkedés kell ahhoz, hogy egy országgyűlési képviselőhöz be tudjanak menni a mentők. Hogy lehetséges az, hogy jogsértésről beszélünk az egyik oldalon, és nem beszélünk jogsértésről a másik oldalon? Egy rendkívüli helyzet volt, ebben biztos előfordul, hogy hibákat elkövetnek a résztvevők, akár képviselők, akár biztonsági őrök. Innentől kezdve szerintem az a helyes, hogyha ezt jogászok vizsgálják meg, hogy mi történt. De mi politikai elemzőként... De ezt helyten... látjuk, tehát az nem lehet hiba, hogy nem engedik be a székházba a rendőröket. Az nem hiba kérdése. Mégiscsak az a helyzet, hogy feladatot teljesítenek azok, akik őrzik a rendjét a közmédiának, és váratlan eszközökkel, váratlan helyekről a képviselői jogosítványaikkal visszaélve támadásnak vannak kitéve. Szerintem értsük azt meg, hogy ebben nem biztos, hogy a legfelkészültebben jár el valaki. Lehet még az is, hogy valaki hibát elkövet. De nem volt váratlanság, itt 24 órán keresztül tartó történet. Az ellenzék megjelenik a közmédiában, az váratlan helyzet? Nem így van. Amikor az ellenzéket meghívják a közmédiában, akkor komolytalanul viselkedik. Komolytalanul, amikor a választási kampányban 5 percet kap az ellenzék, és közben évekig nincs alkalma megjelenni. És nézd meg, hogy miket mondtak az ellenzéki képviselők, amikor meghívták. Összességében szerint a lényeget kell látni, a közmédiát meg kellett védeni. Egy ilyen rendkívüli helyzetben nem lehet. A közmédia miért volt veszélyben? Az 5 ponttól volt veszélyben? A közmédiától annyit kértek az ellenzéki képviselők, hogy van nekik 5 pontjuk, ezeket szeretnék felolvasni, felolvastatni, és ezügyben szeretnének tárgyalni valakivel. Valaki nem jött, még Pap Dániel sem. Őrizzük meg a komolyságot. Mindez úgy történt, hogy ezrek ott álltak, háromszoros rendőri sörfallal elválasztva a közmédia épülete előtt. A Fidesz előtt, teljes működését azzal magyarázza, hogy milliók állnak mögötte. Itt meg csak ezrek. És füstbombákat dobáltak az épületre, meg a rendőrökre. Egy ilyen helyzetben rendkívüli állapot van, és egy rendkívüli állapotban a legfontosabb az, hogy a rendet, a békét, a nyugalmat meg lehessen őrizni. Nagyon érdekes jogászi kérdés, hogy ilyenkor meddig lehet elmenni az erőszak megakadályozása érdekében az erőszak alkalmazásával. De hát semmilyen erőszakra nem került volna sor, hogyha a közmédia azt teszi, a biztonsági őrök részéről sem, ha a közmédia azt teszi, amit tulajdonképpen kértek tőle, egyszer az életben, választási kampányidőszakon kívül is adjon teret az ellenzéki véleményeknek, olvassa fel azt az 5 pontot. Egyébként más jobboldali tévékben fel is olvasták ezt az 5 pontot, de most látták, hogy nem olyan nagyon veszélyes ennek az 5 pontnak a felolvasása. Hát ezt meg... Megkezd Balázs el, vagy... Bárány. Igen, bocsánat, felolvasta ő maga, mint igen. Az EHO TV vendége. Hát úgy értettem a televízió maga vállalat. Van egy olyan érzés, hogy ebben nem lesz megegyezés. De egy módszert, ha mondják az ellenzéknek, ha visszatér a kultúrált keretek közé, akkor tart egy sajtótájékoztatót erről az 5 pontról, és arról lehet, hogy beszámolnak. Ágoston, ha te azt javaslod az ellenzéknek, hogy sajtótájékoztatókkal próbáljon megdönteni a kormányt, ez egy jó érv amellett, hogy nem ezt kell tenni. Új ellenzéki minőség született itt az elmúlt egy hétben azáltal, hogy egymásra találtak különböző ellenzéki pártok, láthatóan szót kezdtek érteni bizonyos alapvetésekben különböző pártok és politikusok? Én azt gondolom, hogy ez volt a mesterterv az akció mögött. Konkrétan Zsák utcába fulladt a petíció felolvasása erőszak alkalmazásával és a rendkívüli állapot kiváltásával. Szögezzük le, hogy ebben nem értünk egyet, nem egyet. Még lehet, hogy igazam van. Viszont az a stratégia, hogy az európai parlamenti választáson ne külön-külön induljanak ezek a pártok. A Nézőpont Intézet és egyéb közvéleménykutatások szerint vannak olyan pártok, amelyek nem biztos, hogy az 5%-os küszöböt át tudnák lépni, azaz elveszítenék a szavazatukat. Kell valami olyan legenda, amivel egybe lehet kötni a demokratikus koalíciót a Jobbikkal. Ugye mégiscsak ez a két párt és a vezetőiknek a története diametriálisan vagy kibékíthetetlenül ellentétes. Kell valami olyan sérelem, valami olyan, ami miatt fel lehet kiáltani, hogy miért fogjuk mennyire össze. Mennyire hasonlít és az Orbán gondolom, Viktor egykori ez... mestertervéhez? Ugye Orbán Viktor pont így építette a Fideszt fel egy liberális pártból a jobb oldal centrum pártjává. Magából olvaszva az MDF-esektől, a kisgazdáig rengeteg mindenkit. Hadd vegyek észre néhány különbséget. Az egyik, hogy a Orbán Viktor személyében egy erőskező vezetője és egy karizmatikus vezetője volt a jobb oldalnak, ez hiányzik jelenleg a bal oldalon, illetve nem olyan pártokat olvasztottak egybe, vagy egy közös listára hirtelen, váratlanul
kerültek föl, amelyek kibékíthetetlenül ellentétesek lettek volna, hanem jobboldali pártoknak az integráció. Hát azért én emlékszem arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy Tornyán Józseffel és a kisgazdákkal soha, ez ugye 98-ban volt, majd hirtelen mégis. Tehát voltak ott kibékíthetetlen ellentétek, csak ezeket sikerült elsimítani. Voltak éppen ez látszik most igen, is, nem? Igen, de hogy mondjak egy másik értelmezés, mert mestertervről volt szó, nincs szó mestertervről. Donát Annát elvitték a rendőrök, miután megpróbált felemelni egy ilyen eszközt, ezek után Kunhalmi Ágnes odament. Nem azért, mert van egy mesterterv, hanem amikor egy ellenzéki képviselő azt látta, hogy teljesen indokolatlan módon a rendőrség elviszi az a parlamenten kívüli ellenzék alelnökét, akkor neki ott a helye. Ugyanezt történt a parlamentben is. Ezek az emberek megélték azt, hogy 24 óráig együtt vannak ezáltal a biztonsági szolgálat által fenyegetve. Megmondom őszintén, én örülnék neki, ha azt gondolnám, hogy van valahol egy mesterterv, ami már ki van találva, hogy merre fog menni, de szerintem életszerűbb azt gondolni, hogy ezekre az eseményekre reagáltak ezek a képviselők, és ez a szocializációs élmény, az az élmény, hogy ők ott voltak az MTVA-ban a biztonsági szolgálat által körülvéve, nem nagyon tudtak mit tenni, ez fogja őket végül összehozni. Hát, szerintem ettől még lehet mesterterv, de azt elfogadom, hogy az ellenzéki képviselők nem a kitalálói, hanem a végrehajtói. Záró kérdés. Mindketten hisznek abban, hogy Soros György szervezte az elmúlt egy hét tüntetés sorozatát, épp úgy, mint az MTVA-ba begyarogló képviselők ott tartózkodását? Természetesen nem személy szerint, de az tényszerűen alátámasztható, hogy azok, akik aktív szerepet töltöttek be a tüntetések szervezésében, akár politikusként, akár felbújtóként, azok Soros György hálózatához köthetők. Kovács Zoltán? Hát a kormány, ex-kormány szóvívő biztos nem. Orbán Viktor? Jaj, ez hát ki tanult Soros Györgynél? Ki az, aki finanszírozott Soros György az ellenzékbe, a jelenlegi ellenzékbe? Őrizzük meg a komolyságot. Igyekszem. Bár a kérdés kapcsán ez nehéz. A Soros hálózatnak semmi köze nincsen azokhoz az emberekhez, akik a Soros György Egyetemén... Mi köze van a Soros hálózatnak Podai Ágneshez? Ezt most így személy szerint hát, végig menni nem lehet. Hát muszáj. Hosszú listát lehet azokról mondani. Én nem mondom, hogy mindenki személy szerint, aki ott volt a tüntetésen, az a Soros hálózathoz köthető, de azt mondom, hogy a felbújtók és az aktivisták egy része... Ki az az egy, aki hozzá köthető és benn volt az MTVA-ban? Mindazok, akik a Soros György Egyetemének a megmaradásáért tüntettek és fáradoztak az elmúlt hetekben. Így azért elég tágra nyitottuk ezt a kört. Látja. Ennyi sorosista van. El is viccelhetném én is ezt a kérdést, de nem akarom. Tehát azt gondolom, hogy itt az egyik oldalon van csak mesterterv, és szerintem az biztos, hogy Soros György ezeknek az embereknek se utasítás nem ad se semmit, ellenben azokkal az emberekkel, akik viszont ezeket a képviselőket fenyegették. Nekik valaki biztosan utasítást adott erre, és szerintem a magyar demokrácia ügyét az biztosan sokkal jobban szolgálna, ha erre meg tudnánk végre egyszer a választ. Hát elméletileg erre illene meg tudnunk a választ, mert feljelentések tucatjaik kerültek a rendőrséghez ma. Különböző pártok különböző ügyekben fordultak a rendőrséghez, és az jogorvoslatot várva. És az MTVA is választ, de ezen tudom egyre megragadni, hogy ők miért, de nyilván ennek is megvan érdemes elolvasni, és akkor a maga jogi relevanciája. Így van, köszönöm szépen. Szerintem az árkok igen jól kirajzolódtak ebben a beszélgetésben. Köszönöm mindkettőjüknek. Köszönöm.